Hagyományosan szentmisével a Szentlélek áldását kérve kezdték a premontreisek az új tanévet. A székesegyházi ünnepség keretében a gimnázium igazgatója az intézmény jelenéről, az oktatási rendszerben elfoglalt helyéről és legfőbb küldetéséről beszélt. A premontrei gondolkodni tanít, hogy ki tudj állni magadért és másokért, de arra is oki, hogy szabadságoddal élve ismerd fel korlátaidat. Ez az iskola figyel rád, mert fontos és értékes vagy. A tanévnyitó ezzel még nem ért véget. A tanári kar a diákok egy részével átsétált a gimnáziumba, ahol Fazakas Márton apát megáldotta az új épület szárnyat. Kérünk ott, hogy benne tanuló diákaink és tanáraink mindig elnyerjék irgalmas segítségedet a mennyből, Krisztus a mi Urunk által. Az új épületrész kormányzati támogatásnak köszönhetően mintegy 900 millió forintból épült fel. A tantermek mellett nyelvi labor, konditerem, rajzterem és egy közösségi tér is helyet kapott itt. Hál' Istennek olyan szépen meggyarapodtunk, hogy nem fértünk el, és hát a két nagy terem, amiben nálunk és fölöttünk, az a mindennapos testnevelés miatt is van természetesen. Így megoldódnak a tesi problémáink, nem lesz olyan, hogy lépcsőznek a gyerekek tesi óra címén, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és ez nagyon hasznos. Az új épület szárnyat várhatóan október közepén adják át ünnepélyes keretek között, ekkora szépül meg ugyanis az intézmény udvara.